Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. Ebben a videóban a sokak által már nagyon várt, teljes kiörlésű lisztből cukormentesen készült beigli elkészítését mutatom meg nektek. Sokat kísérleteztem vele, a család konkrétan ráunt már a beiglire, úgyhogy nem tudom már karácsonykor egyáltalán fog-e bárki is kérni belőle, de muszáj volt addig tökéletesíteni a receptet, amíg olyan nem lett, amilyet szerettem volna. Hát ez itt olyan, tehát nagyon-nagyon finom, márványos lett, én látjátok, itt be is csomagoltam alufóliába ezt az utolsó adagot, ez talán a negyedik sütés volt, és ez megy is a fagyasztóba, tehát nekünk karácsonyra, ha valaki kér, már nem kell újabb adag beiglit sütni. Szóval most már olyan a recept, amilyet szerettem volna, én úgy gondolom, hogy ebből ezt a maximumot lehet kihozni, és meg is osztom most már így veletek, tudom, hogy sokan várjátok. Először a tölteléket készítjük el. Mint a kétfajta töltelékhez, mindenből ugyanannyit használtam, tehát a mákos részhez is, meg a diós részhez is ugyanazok a hozzávalók. Ez a videó alatti leírásban pontosan le fogok mindent írni, tehát ott láthatjátok, de most el is mondom nektek. Az alaprecept, tehát a recept kiindulási pontja az anyukám beiglije, ami egy pozsonyi kifli recept egyébként, de a nagymamám rongyosra lapozott nagyon régi szakácskönyvéből való, tehát ez a pozsonyi kifli nagyon régi receptje, azt variáltam át, nyilván teljes kérdésű lisztet cukormentesre, és ahhoz igazítottam a folyadékmennyiséget, tehát az volt a kiinduló pont. A mákos töltelékhez szükségünk van 250 g darált mákra, 190 ml tejre, ízlés szerint fahéjra, 30 g négyszeres erősségű édesítőre, jó nagy adag reszelt citromhéjra, ez lehet egy másfél citromnak is a héja, és egy zéró vanilinre. Ugyanígy a diónál 250 g dió, 190 ml tej, 30 g négyszeres erősségű édesítő, ízlés szerint fahéj, ha valaki ezt egyébként nem szeretné, kihagyhatja, egy nagy bionarancs reszelt héja és egy vanília. Először a tejet oda tettem melegíteni, majd mikor már jól felmelegedett, hozzáadtam az édesítőt, a vaníliát és a darált diót. Ezt közepes lángon elkezdtem főzni. Én tettem bele fahéjat is bőven, ha valaki nem szereti, akkor nyugodtan kihagyhatja. Hozzáadtam a reszelt narancshéját. Itt az édesítőt én fokozatosan adtam hozzá, de a leírásban már a receptben a végleges mennyiség lesz látható. Miután jó besűrűsödött, elfőtte a levét, félretettem hűlni. Ugyanígy jártam el a mákkal is. Itt többször kísérleteztem én a tej mennyiségével, nekem ez a 102, tehát először 200 ml felett volt, amivel próbálkoztam, híg lett, kirepett tőle a tészta, tehát jó masszív tölteléket kell, hogy kapjunk, hogy ne repessze szét a folyadék a tésztát. Hiába szurkáltam meg, majd fogjátok látni nagyon sok helyen, mégis a gőz csak felrepesztette. Ezt mikor kitesszük hűlni, akkor dermed nagyon sokat, tehát mikor kihűl, sokkal keményebb lesz a massza, mint itt láthatjátok. A tészta hozzávalói 400 g teljes kiörlésű tönkölyliszt, 80 g sikér, 220 g 82%-os vaj, 10 g élesztő, 50 g négyszeres édesítő, 2 tojás sárgája és 200 ml tej. Nem fogjuk az élesztőt felfuttatni, hanem első körben a sikért hozzákeverjük a teljes kiörlésű liszthez, elkeverjük vele, majd a hideg felkockázott vajat hozzáadjuk, és azt először morzsásra keverjük. Hogyha elkeveredett a vaj a liszttel, akkor belemorzsoljuk egy kis mélyedésbe a közepébe az élesztőt, ráüntünk a langyos tejből, mehet hozzá a 2 tojás sárgája, hozzáadjuk az édesítőt, és fokozatosan öntöttem hozzá a tejet. Ez egy masszívabb állagú tészta lesz, mint a sima lisztes, de ha túl lágyra engednénk, túl sok tejet adnánk hozzá, akkor viszont a töltelék valószínűleg kirepeszteni. Én kézzel még picit átgyúrtam, majd folpakba csomagoltam, és betettem a hűtőbe 2 óra hosszára. Ezután megfeleztem, egyébként a tészta súlya többszöri alkalommal készítettem el, 990 és 1000 g között mozgott, tehát így számoljatok majd vele. 3-4 mm vastagságúra nyújtottam, a mérete olyan 28x36 cm közötti volt. A széleit elejtettem,
legyengettem, ezután pedig a jól kihűlt tölteléket elsimítottam rajta, úgyhogy a tetején teljesen végigért, a két oldalán, a két szélén és az alján, ami a vége lesz majd a feltekerésnek, ott pedig szabadon hagytam. A széleket jól kilapítottam, hogy ezt ha ráhajtjuk majd a töltelékre, akkor ott ne legyen sokkal vastagabb, mint a többi része. Majd elkezdtem magam felé feltekerni, jó feszesen, de azért nagyon szorosan nem szabad, mert akkor ismét előfordulhat, hogy kireped, és a végén pedig összecsípkedtem azt a kis vége tésztát a többivel, elsimítgattam, ez lett rész kerüljön alulra. Majd egy deszkára tettem, és ezután a másikat is ugyanígy elkészítettem a diós töltelékkel. A töltelékek súlya egyébként 420 és 440 g között mozgott. Ezt a többszöri elkészítés mondom, hogy mozgott, mert mikor mennyi volt, tehát mikor hogy vette fel a dió vagy a mák a tejet. A diós tölteléket is ugyanígy egyengettem, széleit szabadon hagytam, a töltelék széleit is ott, ahol a tészta széleit lenyomkodjuk, érdemes egy picit lelapítani, és akkor nem fog a széle felkunkorodni, és a két vége nem fog felkunkorodni, jó feszesen feltekerjük, becsipkedjük, eltisztázzuk a kis végerész, majd ez is megy a vágódeszkára, mert ezzel együtt fogom betenni a hűtőbe. Egy tojást szétválasztok sárgájára és fehérjére, első körben a tésztát tojássárgával kenem meg, majd beteszem a hűtőbe, hogy rászáradjon teljesen, tehát hogyha ujjal hozzáérünk, akkor ne tapadjon hozzá a tojássárga az ujjunkhoz. Amikor megszáradt, akkor tojásfehérjével, amit nem vertem fel, azzal kenjük át a tésztát, alaposan, teljesen a szélét is alul, ameddig csak hozzáférünk, majd ismét betesszük a hűtőbe, hogy ez is rászáradjon. Amikor rászáradt, akkor jöhetnek rá a tepsire, akinek befér a tepsi a hűtőbe, az már eleve azzal teheti be, és utána egy hurkapálcával, vagy egy saslikpálcával, mint ahogy én, megszurkáljuk középen végig, és a két oldalán, majdnem teljesen az aljánál, amennyire hozzá lehet férni, végig, én ilyen 2 centinként szurkáltam meg, hogy a gőz, hogyha ki szeretne jönni, akkor legyen neki hol, ne ő keressen magának utat. Ezután 175 fokra előmelegített sütőben 20 percig sütöttem, majd 170 fokra visszavettem a hőt, és itt is még egy 15-20 percet sütöttem. Nézzétek, milyen szép. Ettől a két fajta kenéstől lesz egyébként ilyen szép márványos. Tehát akinek eddig nem volt márványos a beigléje, akkor annak elmondom, ha még nem hallott, hogy ez a titka. Tojássárgájával megkenjük, rászárítjuk, én a hűtőben, utána pedig a tojásfehérjével. Egyébként én elkészítettem ezt a beiglit úgy is, hogy egész éjszaka a hűtőben volt a tészta, tehát még a betöltetlen tészta, mert valahogy úgy jött ki, kenyeret is sütöttem, hogy egyszerűen nem tudtam akkor este már kisütni, éjszaka nem akartam már ezzel bajlódni, úgyhogy másnap reggel sütöttem ki, és úgyis tökéletes volt, tehát ez a hűtőben lévő pihentetés, bármeddig lehet tényleg húzni, tehát egy egész éjszakát is bent maradhat. És ilyenek lettek. Jó vastag töltelék, mi így szeretjük, hogy vastag benne a töltelék, nem éppen csak megvan neki mutatva, és hát annyira finom, tehát tényleg mindenkinek nagyon ízlett, senki nem jegyezte meg, hogy ez most teljes körlésű lisztből van, tehát abszolút nem tűnt fel senkinek, nagyon-nagyon finom lett, a töltelékét variálhatjátok, aki szeretne, tehet bele mazsolát is, vagy egyéb fűszereket, ki hogyan szokta. És akkor szeretnék mindenkit megnyugtatni, ha kireped a beigli, az attól ugyanolyan finom lesz. A családnak ugyanúgy fog ízleni, nem kell ebből tragédiát csinálni. Nekem is anyukám mindig majd sírva fakadt, hogy megint kirepett a beigli, hogyha ez megtörténik. Nem kell ezzel törődni. Ugyanolyan finom, ugyanúgy fognak neki örülni, de van egy módszer, ami a repedésre tökéletes. Nekem is kipróbáltam, mikor az elsők kirepettek. Még forrón alufóliába jó szorosan betekertem, úgy, hogy ott a repet résznél jól összeérjen a két széle, és így hagytam kihűlni. Alig látszott valami, szinte észre sem lehetett venni. Úgyhogy, ha mégis így jártok, akkor ezt nyugodtan próbáljátok ki. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem kettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!